Üdvözlöm! Egészen biztos vagyok, nem fogja beolvasni kérdésemet. Én már ilyen fiú vagyok, hogy azért is. De engedje meg rövid vélemény nyilvánításomat a kvóta ügyben, hiszen ön szemmel láthatóan beállt a kormánypárti oldalra. Ön azt állítja, hogy a bevándorlók között nincs olyan család, aki valóságosan azért menekült az országából, mert üldözik. Ha pedig nem állítja ezt, akkor mi ez, ez, a nem. Hogy lehet ezt értelmezni? Minden ember egyetemes emberi joga az, hogy felkerekedjen és élete családja védelmében menedéket kérjen. Pálcát törni és határozott nemmel élni nem más, mint ennek a szápolata. Az ország vasárnap nem a migráns kérdésről dönt, hanem először a világon kiderül Magyarországról, hogy mennyire kirekesztő, antidemokratikus, és ennek súlyos következményei lehetnek. Üdvözlettel, Korodi Szantina. Hát el, talán az antidemokratikusra gyorsan reagálnék. Hát a népszavazásnál demokratikusabb intézmény nem létezik. Tehát a népszavazást lehet vitatni lehet feltenni a kérdés, hogy indokolt vagy nem indokolt, de azt mondani rá, hogy antidemokratikus, az nem helyén való. Nem akarok részletesen belemenni a vitába, mert azt gondolom, nagyon sokan hallgattak már érveket, pro és ellenérveket, de azt gondolom, hogy nem változtattam meg a hölgynek a megjegyzése ellenére se az álláspontomat. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy bonyolult probléma a migránskérdés, hogy azért vagyok óvatos, mert tudom azt, hogy politikai gyűléseket nem lehet tartani. De ezzel kapcsolatosan talán annyit elmondanék, hogy a Vitatható az, hogy menekültekről van ez szó. Én nem szeretem ezt a kifejezést használni, hogy menekült, és elmondom, hogy miért nem lehet pontos, miért nem illik erre az ellenőrizetlen tömegre a menekült kérdés, mert a menekültek helyzetére vonatkozóan a Genfi Egyezmény hozott határozatot 1951-ben, amely az életveszélyből vagy üldöztetéstől menekülők számára nyújtott védelemről szól. A menekülőknek azt ö, általa elért első biztonságos országban kell a kérelmet begyújtani. Tehát ez volt, amit vitattak mindig is a magyarok, hogy nem Magyarország az első biztonságos ország de mert ha átjön egy menekült egy másik országban, akkor abban a másik országban a hagyományos értelmezés szerint már nem menekült, hanem legfeljebb gazdasági menekült. És ugye ők, mivel hogy több országon mentek keresztül, és egyértelműen a magatartásukból ö, 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 egyértelművé vált, hogy a, a európai országok közül a legjobb létben élő ország, lett számukra a szél terület, ezért pontosabb kifejezés, hogy gazdasági migránsok lettek. Törökországban még menekültek, Magyarországon még azok, akik itt, eh, jegye, itt jegyeztek be először, azok még menekülteknek minősülnek, vagy Görögországba, ha jól értem. De ha már elmennek Németországba, innét Magyarországról, Németországban már nem menekültek. Ez a nemzetközi jog alapján van meghatározva. Tehát ezért Magyarországon sokan vitatják és nem használják ezt a kifejezést. A miniszterelnök is ez vitatja, hogy nem menekültekről van szó. Mert ha menekültek lettek volna, akkor az első biztonságos országban helyet kapta, megtalálták volna a helyüket, illetve ott kellett volna nyilván nemzetközi összefogás eredményeképpen segíteni nekik de őnekik egyértelműen az volt a céljuk, csak emlékezetek az ezelőtt egy éves budapesti eseményekre is, hogy mindenki akar vissza elmenni Németországba, és azt gondolom, hogy ezen a szándékukon a mai napig sem változtattak. Tehát én azt gondolom, hogy lenne kötelező kvóta elosztás, akkor is visszamennének nyugat-európai országba, legfeljebb lehet, hogy két helyen kap, vennének fel segélyeket. Tehát mindenféleképpen el lehet mondani, eléggé zavaros jogi helyzet alakult ki ezzel kapcsolatosan, és éppen ezért ezt átlag emberek, meg a magyar társadalom ezt a problémát nem tudja megoldani, új határozatokra, jobb szabályokra van szükség egyértelműen, a másik részé, amit szeretnék mondani, most a Biblia alapján, hogy történik a támogatás az embertársainknak. És ezt azt gondolom, hogy mindenkinek jó a figyelembe veszi a Biblia alapján. Először azt mondja a Biblia, hogy minden ember a saját családjáról gondoskodjon. Ha nincs családja, alapítson. Ez az első eh, szolidaritási, emberbaráti szeretet, a társadalmi iránti felelősség, a második pedig, hogy a nagyobb közösség felé, ahogy Jeremiás írja, a, a legyen felelősséggel annak a jólétét, mert a város ti jólétetek. Tehát ez a közösség lehet egy városnak a közössége, tehát hogy a városban található rászorultak számára segélyeket, támogatást kell nyújtani, aki már a családjáról, Önmagáról tud gondoskodni, és e gondoskodás után még van neki annyi anyagi java, hogy tud a mellette közel hozzá élő emberek számára segélyeket, támogatást nyújtani. És nyilvánvalóan így van ez nemzeti szinten, tehát a Biblia nem fogadja el azt az érvelést, hogy a saját nemzetemnek a fiaival nem törődök, nem vállalom azt az általános felelősséget, ami az emberi mivoltból származik. Természetesen ad Isten ebből felmentést, tehát a család alapításból, mert ugye úszal erre Jézus, hogy van szelibátus, meg vannak olyanok, hogy születésénél fogva, vagy más ok miatt nem alkalmas erre valaki család alapításra. Ez mind rendben van, de általában az emberi kötelesség, ha megszületik az, hogy családot alapítson, mert részt kell neki venni a társadalom fennmaradásában. Nekem furcsa az, hogy olyan emberek beszélnek nek nekünk most a migránsokkal kapcsolatos felelősségérzésről, akiknek már lett volna idejük család alapítani, de elfelejtették ezt. Én. És a nemzetünkbe is körül kell nézni, nagyon sokan élnek mély szegénységben. Második, harmadik nagy kötelezettségünk a jövevényekkel kapcsolatosan, hogyha jönnek az országba jövevények, azoknak is segítséget kell nyújtani, hogy be tudjanak illeszkedni, a társadalmunkba, nemzetünkbe, közösségünkbe. Jövevénynek meg azok az embertársaink számítanak, akik nem azért jönnek, hogy romboljanak, hanem azért jönnek, hogy a kultúránkon gazdagítsák, az életünket védelmezzék, hozzájáruljanak a közös értékekhez, aktív építő munkával. Ezzel kapcsolatosan az iszlám, a kultúrából jövő embertömegek számára Európában nagyon sok szkepticizmus van. Kételkednek, hogy a, a motivációk e, építőjeke. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy mindenkire vonatkozik, de akire nem vonatkozik, az jövevény. Na most ez, hogy ki tudja ezt kiválogatni egy ellenőrzítően tömegbe, ez nagyon nehéz kérdés, tehát azért e, e, voltak ezzel kapcsolatosan viták. 2000 körül néhány év alatt több százezer keresztény megöltek az iszlám hívő emberek, mert a transmigráció eredményeképpen muszlim lakosságot telepítettek be olyan szigetekre, ahol addig vagy csak keresztények éltek, vagy legalábbis keresztény többség élt. És ez a betelepítés, tehát a transmigráció drámai, drámákat, tragédiákat eredményezett. Több százezer keresztényt megöltek. Tízezer keresztény templomot romboltak le, tehát elvették a keresztényeknek, sok kereszténynek a vagyonát, földjét, vállalkozását, tehát ez zajlik afrikai országokban, például Kenyában, Nigériában, Szudánban szinte teljesen már kiérztették a keresztényeket. Ugye közel kell, többször elmondtuk, a közelti országokban, Észak-Irakban, Észak-Szíriában közel háború előtt 4 millió keresztény élt körülbelül, most van belőlük 300 ezer. És sorolhatnám tovább az adatokat. Na most egy ilyen adathalmaz és tény anyag, most nem beszéltem még az 1500 éves történelmi eseményekről, ami szintén riasztó adatokat tartalmaz, tehát egy ilyen történelmi előzmény után, plusz még a magyarok, akik a török hódoltság előtt 4,5 millióan voltak, a török hódoltság után, tehát 150 év után, meg másfél millióra csökkent a lakosság száma, most ezen nem lehet csodálkozni, hogy az emberek számára ez roppant aggályos, hogy ide be akarnak telepíteni több muszlim vallású ember, tehát nem csodálkozok, hogy van -e ezzel szemben a társadalomban ellenállás.